Myslím, že dobrý zápas. Z môjho pohľadu sme boli lepší v prvej časti. Dobre sme vstúpili do zápasu, 35 minút. To bolo intenzívne z našej strany, tlačili sme sa hore, tlačili sme sa do fináliek, tam treba z toho vyťažiť jednoznačne viac, zlý výber riešenia v tej finálnej časti a tým pádom ten zápas bol stále vyrovnaný. Naopak v druhej časti podľa mňa Skalica pritlačila na dôraze a my sme menej držali loptu a boli sme netrpezliví a snažili sme sa ten zápas uhrať trošku inak, jak bolo v pláne a tým pádom sa dostávali domáci do takých nepríjemných, ošemetných situácií. No ale podarilo sa nám striedaním dostať Kalmio do hry. V tom zápase strelil dôležitý gól a to mužstvo potom, myslím si, že to víťazstvo chcelo uhrať iba obranu a toto je náš problém, že proste chceli sme už to iba nejak ukopať a nejak uhrať a tým pádom sme dovolili domácim sa nadýchnuť ešte do jednej situácie a zaslúžene vyrovnali, ale je to bolestivé tým, že to bolo 90. minúte, skúsený manšaft, taký jak náš, tak musí ten zápas uhrať. Tlačiť sa viac ešte do koncovky, netlačiť sa len do toho, že to nejak dopadne, ale tlačiť sa aj po tom vedúcom gole do toho, aby sme toho supera dorazili na 0-2 a to sa nestalo a tým pádom to domáci využili. Úgy érzem, egy jó mérkőzés volt, az első fél időben szerintem jobbak voltunk, a kezdés az sikerült, 35. percig úgy érzem, hogy intenzíven játszottunk, jól is tudtunk a kapu elé érkezni, ott azonban hiányoztak a jobb megoldások, és voltak olyan szituációk, amiből többet kellett volna kihoznunk, ezért a mérkőzés továbbra is 0-0-ra állt, a második fél időben hazaiak kicsit többet nyomtak, kicsit keményebben játszottak, mi pedig nem tudtuk megtartani labdát, türelmetlenek voltunk, és máshogy játszottunk, mint ami a terv volt, ezért is a hazaiak kellemetlen helyzetekbe tudtak kerülni. Ami segített, az a Kalmár cseréje volt, nagyon fontos gólt rúgott. Sajnos a vezetést úgy próbáltuk megtartani, hogy csak védekezéssel, és ebben látom a problémát, hogy tulajdonképpen a csapat próbálta ezt az egy gólt megtartani, nem úgy, hogy előre játszott volna, hanem hogy hátul valahogy majd csak kihúzzuk. Ezzel magunkra húztuk a hazaiakat, és adtunk nekik esélyt, hogy még egy utolsó lehetőséget kidolgozzanak, és úgy érzem, hogy megérdemelten kiegyenlítettek. Hiányolom, hogy egy kicsit ez a tapasztalt csapat jobban ezt a végét, ezt a egy gólos vezetést jobban meg tudja tartani, meg tudja, jobban kellett volna még igyekeznünk előre játszani, még egy gólt esetleg szerezni, és sajnos ez nem sikerült, és ezt a hazaiak ki tudták használni. Súhlasím s Aďom, pretože zápas bol fajn, bol pre diváka. V prvom rade ďakujem divákom, že prišli zase v hojnom počte. Skalica je v tom skvelá, baví sa futbalom, takže to je vlastne podstata futbalu a podobne ako v Dunajskej. Vedeli sme, s kým máme dočinenia, to znamená Dunajská naozaj dobrý impuls, príchod Aďa, takže vedel som, čo hrajú, čo budú hrať. Troška ma prekvapil s tou zostavou, tam nás zaskočil, boli dobre nachystaní, áno, tam to chceli. Tých naozaj prvých 25-30 minút boli lepší, mali tam náznaky šanci. Tam my sme prakticky sa nedostávali do ničoho, len z brekových situácií, tam sme v tom banáne meškali, čiže oni sa dostávali pri tej otváračke naozaj ľahko do takých nepríjemných situácií, ale chvála Bohu sme to ustali. Jedna sporná situácia, ale hovorím, bolo 0-0, s tým chlapcom sme nejak čo vysvetlili, čo majú robiť lepšie a zabralo to, takže druhý počas absolútna pochvala chalanom, výborné všetko, to znamená všetci, tímový výkon, fantázia, tam sme mali minimálne tri dobré príležitosti na skorovanie, ale paradoxne z tej jedinej ani nie je šance, z takej, poviem príklad, centrovanej, odrazenej, ale Kalmar sa zachoval ako naozaj výborný žolík, kvalitný hráč, takže premenil, ale zase k úcti našej nezložili sme zbrane, troška sme tu preskúpili, dal som to na jednu kartu a vyšlo to, čiže sme spokojní s bodom, bod myslím, že je spravodlivý a zaslúžený, takže v dobrom zápase myslím, že bod musí
musíme byť spokojní obidvaja. Egyetértek a vendégek edzőjével, úgy érzem én is, hogy ez egy jó mérkőzés volt a nézők számára, és nagyon köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen szép számban kijöttek. Úgy látom, hogy itt Szakolcán is az emberek élvezik a focit ugyanúgy, mint Dunaszerdahelyen. Nagyon segített a vendégeknek az, hogy Adrián Gula lett a vezetőedző, tudtuk, hogy milyen csapattal jönnek, hogy milyen minőséget képviselnek, és mit várhatunk tőlük. Ennek ellenére vendégek megleptek minket a kezdő csapatukkal, a felállásról és az első 25-30 percben jobbak is voltak lehetőségeik is, mi pedig az ellentámadásukból nem tudtunk helyzetbe kerülni. A vendégek túl könnyen kerültek kellemetlen helyzetekbe, de szerencsére sikerült kihúznunk, úgyhogy volt ott még egy ilyen kérdéses szituáció, de maradt a 0-0. Fél időben elmondtuk a srácoknak, hogy mit várunk tőlük, egy picit változtattunk, és úgy érzem, hogy ez segített, és a második fél időért abszolút csak dicsérni tudom a csapatot, abszolút csapatmunka volt, fantasztikus, ahogy játszottak, minimum 3 óriási lehetőségünk volt. Paradox módon az ellenfél került vezetésbe, nem is helyzetből, inkább egy beadás utáni lepattanó labdáról, ahol Kalmár bebizonyította a minőségét, ő volt a Jolly Joker, de azt kell mondanom, hogy a csapatot meg kell dicsérnem, hiszen nem adták fel. Egy picit ismét változtattunk a felálláson, és úgy érzem, hogy megérdemelten egyenlítettünk. Elégedettnek kell lennünk a ponttal, úgy érzem, hogy egy jó mérkőzésen mindkét csapat úgy távozik, hogy elégedettnek kell lennie az egy ponttal.